A napokban ismét jelentős számú fertőzöttről szólnak a hírek. A Szabadkai Közkórházban tegnapi adatok szerint 74-en szorulnak kórházi ellátásra, közülük 14-en kapnak mesterséges lélegeztetést. Az orvosok arra figyelmeztetnek, bár folyamatos az oltás, a járvány még mindig köztünk van. A fertőzésre csak a második dózis vakcina felvétele után 10 nappal válunk ellenállóvá. A Harambasics utcában lévő COVID rendelőben is arról számoltak be stábunknak, hogy átlagban 10-zel több fertőzöttet regisztrálnak naponta. Primetili smo porast broja pacijenata koji se javljaju u respiratornu ambulantu. Imali smo oko 150-120 pregleda dnevno. Pozitivni pacijenti koji su nam otkriveni, isto je veći broj, imamo znači preko 30, 33, 37 pacijenata dnevno, a prošle nedelje je bilo to oko 20, eto za 10 više pozitivnih. A szakorvos elmondta, a koronavírus fertőzés könnyedén összekeverhető az influenzával. Jellemzően a láz mértéke, illetve az antigénes gyors teszt mutathat rá, hogy melyik fertőzésről van szó. A koronavírus esetében jellemzőbb az alacsonyabb, úgynevezett lappangóláz. Az oltás ugyanakkor folyamatos Szabadkán. Mirjana Mitrics tanárként dolgozik az egyik szabadkai középiskolában. Szombaton vette fel a koronavírus elleni oltóanyagot. Da li ti je bitno koju ćeš vakcinu primiti ili si se tačno opredelila za neku od njih? Pa prvo sam se opredelila za Pfizer. A onda kad sam vidjela da malo tih doza dolazi, onda sam promenila moj nalog i prebacila sam se na bilo koju. Tako da mi je sve jedno realno. A bajmoki Janó Sándor, csak úgy, mint sokan mások, a járvány végét várja már, így az oltás mellett döntött. Mindegyik vakcinában megbízok, tehát mivel a szakemberek azok, akik ezt előlátták, illetve ellenőrizték, én nekem bármelyik vakcina megfelelt volna. Több mint 4700 szemét oltottak be eddig Szabadkán a kínai oltóanyag mindkét adagjával. Az amerikai német gyártmányú Pfizer-BioNTech vakcina második dózisát pedig összesen 1000-en vehették fel az oltási kampány kezdete óta. Az orosz Sputnik V oltóanyaggal a napokban kezdtek oltani Szabadkán, ebből mintegy 1200 adag érkezett. A Sinopharm kínai oltóanyagból mintegy 11.500, míg a Pfizer vakcinából 2400-at kapott az északbácskai város az év eleje óta. Pacijenti kad uđu kod nas, pitamo opšta pitanje, da li imaju neku tešku alergijsku reakciju u vidu anafilaktičkog šoka, da li postoji neko akutno oboljenje unazad 7 dana, unazad mjesec dana da li su dobili neku vakcinu ili kontakt sa koronom da li su imali i koje lekove, znači kroničnu terapiju, koje lekove piju. Do sad, znači, pacijenti koji su primili već vakcinu nisu imali nikakvih neželjenih dejstava. A Szabadkai Újvárosházán szombaton egyébként 435 szemét vártak oltásra, míg a Szabadkai Közkórházba, amely a legújabban megnyitott oltópont a városban, 100-at.